Sziasztok! Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Montserrat jezsuita vlog útra való adása. Mai alkalommal Csókai Károly atya, rendtársam lesz, aki az impulzust adja, témánk pedig sebeink és a sebeinkből való gyógyulás lesz. Egy templomot építettünk annak idején, egy dél-amerikai nagyvárosnak a külső részén, mondanám egy nyomortanyán, ahol nem volt még semmi. Kevesen voltunk, de már kialakult egy kis keresztény közösség, és azok a hívek kérték, hogy kezdjünk bele egy templomnak az építésében. Nem volt elég anyagi erőnk, hogy ezt kiadjuk egy vállalatnak, hogy építse meg a templomot. Nekünk kellett az ott lévő hívekkel fölépíteni a templomot. És miután a templom már félig kész volt, akkor még kellett egy mosdóhelyiséget is hozzátenni, és akkor arra jött egy vízvezeték szerelő, aki magának akarta ezt a munkát. Hát én megmondtam neki, hogy ezt a közösségünk már másnak adta, és erre nagyon megharagudott, és el akarta vinni bosszúból a szerszámokat. Nem adtam neki oda, mert azért voltam ott, hogy vigyázzak rá, és erre ő akkor hirtelen arcba vágott, és a szemem, jobb szememet találta el, és megsérült súlyosan a szemem, ma is alig látok vele. Ez egy nagy seb volt, lelkisebb, mert igazán nem bántottam meg őt, nem tettem neki semmi kárt, és ugyanakkor nagy fizikai seb is volt, mert egyik szememnek a látását gyakorlatilag elveszítettem. Sérülések vannak az emberek között. Van fizikai sérülés, mikor valaki elesik és eltöri a kezét, de vannak lelki sérülések is, mikor valaki elkezd gunyolódni rajtam, vagy pedig súlyosan megbánt. Hát az ilyen sérüléseket nehéz megbocsájtani. Úrunk Jézus ezt tudta jól, és ezért az ő imájába, a mi atyánkba belevette azt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Én mikor velem ez a sérülés történt, akkor megkértem pap nagybátyámat, adjon valami tanácsot, hogyan tudok én megbocsájtani annak az embernek, aki megbántott súlyosan engemet. És ő, mint tapasztalt lelkipásztor, nem szép szavakat mondott nekem, hanem azt mondotta, hogy kérd a Jóistent, hogy meg tudjál bocsájtani. Imádkozz azért az emberért, aki megbántott engem, és a Jóisten segítse meg őt, hogy jól menjen neki. Nem volt könnyű dolog azért imádkozni, aki megbántott. A megbocsátás nagyon nehezen megy. Sokszor hosszú időbe telik, míg valakinek meg tudok bocsájtani, és meg lesz akkor a gyógyulás. És akkor elérjük azt, hogy újból helyreálljon a békesség. Ez megtörténik személyesen, de ugyancsak megtörténik még országos viszonylatban is, mint ahogyan látjuk most például a Oroszország meg Ukrajna közti háborúban. Nagyon nehéz, hogy a két fél megértse egymást, és megbocsátsanak egymásnak, és jóvá tegyék azt a kárt, amit okoztak, hogy tudjanak egymásért imádkozni. Ugye ez a megbocsátás, ez meg kell, hogy történjék. Ehhez kérjük a Jóisten áldását, hogy áldja meg azt, aki megbántott engem. Ez a megbékülés előmozdítja a békét köztük, és előmozdítja Isten országának a növekedését. Ehhez a témához a következő gyakorlatot javasoljuk számotokra. A mi atyánk gyakorlása és napi elmondása lesz az, amire meghívunk titeket. A következő módon. Úgy imádkozni a mi atyánkot, naponta egyszer,
hogy szép lassan mondanánk most el. Próbáljátok ki. Mi atyánk. És megálltok. Vártok pár másodpercet, és próbáljátok meg érzékelni azt, amit mondtatok, hogy tényleg őt szólítjátok meg. Aki a mennyekben vagy. És ismét engedjétek, hogy rezonáljanak azok a szent szavak, amelyeket, ahogy Jézus tanít bennünket imádkozni. És akkor eljutunk arra a részre, amit Kári atya is említett, hogy megbocsátani szívből, ahogyan mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, így engedjétek oda szívetek sebeit az Isten jelenlétébe. És abban a rövid csöndben, amelyet ott tartotok majd, engedjétek, hogy az Isten szeretete szabaddá tegyen bennünket, gyógyítson bennünket, hogy az életünket, ez az imádság a következő időszakban egészen átformálja. Ha tetszett ez a beszélgetés nektek, akkor iratkozzatok föl erre a csatornára. Ugye Montserrat Jezsuita blog, hát ez ott van.